Köszöntöm nézőinket, Önök a TV Szentendre híradóját látják. Elsőként nézzük mai témáinkat röviden. Testületi ülés, folytatjuk beszámolónkat. Magyar Kultúra Napja, a himnusz szólt a főtéren. Energiahatékony és fenntartható mintaházak, egyetemi építészeti világverseny idén nyáron Szentendrén. Folytatjuk beszámolónkat a január 17-én megtartott képviselő testületi ülésről. Több utca felújításáról is döntött a grémium. 2018-ban megindított két közbeszerzési eljárást követő szerződéskötésről kellett dönteni a testületnek, mivel a város jelenleg nem rendelkezik a 2019-es évre szóló költségvetéssel. Az egyik közbeszerzés alapján az alábbi utcák felújítására köt szerződést az önkormányzat. Kun utca, Erdélyi utca, Avar utca, Botond utca. Bruttó 72,16 millió forint értékben. A másik közbeszerzés eredményeként az alábbi utcák felújítására kötnek szerződést: Muskátli utca, Gyöngyvirág utca, Püspök sor, bruttó 37 millió forint értékben. 9-es napi rendi pont következik. 2018-ban megindított közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötendő szerződésekről. Itt ugye kiegészítő anyag került kiosztásra. Van-e észrevétel, kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk. Az előterjesztést egyhangulag elfogadták 14 igennel. Közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatok következnek. Lenne egy határozati javaslat először is, ami a érvénytelen pályázatok megállapítását rögzíti, és akkor utána pedig már csak azokról a pályázatokról fogunk szavazni, amelyek érvényesek. Úgyhogy elsőként akkor arról a határozati javaslatról szavazzunk, kérem, amelyben rögzítjük, hogy mely pályázatok érvénytelenek. A képviselőtestület tagjai megállapították 14 igennel, hogy ezek érvénytelenek. És akkor aljegyző urat kérném szépen, hogy az egyes lakások vonatkozásában olvassa sorba a neveket, ahol a legtöbb szavazat érkezik, azé lesz a lakás. Akkor elsőként a Rákóczi utca 5 szám alatti ingatlannal kapcsolatban Migléci Éva pályázó pályázatáról dönt a képviselőtestület. A következő pályázó Fehér Béla. Károly utca 14. emelet 15 szám alatti ingatlannal kapcsolatban Kuhár Lászlóné pályázatáról dönt a képviselőtestület. A Dumcsa utca 3-as szám alatti ingatlan volt a harmadik, amely kapcsán döntésre bocsátotta az alpolgármester a benyújtott pályázatokat. Az elsőként szavazásra bocsátott Juhász Kristóf pályázata, a második Migléci Éva, Fehér Béla pályázatáról dönt a képviselőtestület utoljára. A szavazások után a polgármester felkérte a jegyzőt, hogy ismertesse a három nyertes pályázót. A Rákóczi utca 5 szám alatti ingatlan vonatkozásában nyertes pályázó Fehér Béla. A Károly utca 14. emelet 15 szám alatti ingatlan esetében a nyertes pályázó Vörös Marianna. A Dumcsa utca 3 szám alatti ingatlan vonatkozásában a nyertes pályázó Migléci Éva. És akkor a 11. napi rendi pontra térünk át, tulajdonosi hozzájárulás megadása wifi hálózat kialakítása érdekében. Két iskolánkban van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés észrevétel? Miben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk. Tizennégy igennel egyhangulag elfogadtuk. 12. napi rendi pontunk a vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyása. Van-e az előterjesztéshez kapcsolódóan kérdés észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk.
14 igennel egyhangulag elfogadtuk, 13-as napi rendi pont a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném, hogy szavazzunk. Igennel elfogadtuk. 14-es napirendi pont az önkormányzati adóhatóság 2019 évi ellenőrzési terve. Van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném szépen, hogy szavazzunk. 14 igennel egyhangulag elfogadtuk. A 2019-es év első képviselőtestületi ülésről szóló beszámolónkat a holnapi híradónkban folytatjuk. Egyetemi építészeti világverseny lesz idén nyáron Szentendrén. A Solar Decathlon Europe 2019 nemzetközi innovációs házépítő verseny lényege, hogy energiahatékony és fenntartható mintaházakat építenek a világ több tájáról érkező egyetemisták. A kezdeményezés központi célja a napenergia, a megújuló energiák és az innovatív technológiák alkalmazásával összefüggő építészeti megoldások népszerűsítése. A magyar rendezésű verseny fő szakmai témája, hogy a meglévő épületállományt hogyan újítanák föl, számba véve az újszerű építészeti megoldásokat. Ezen kívül számos tudományos és nagyfokú kreativitást igénylő kihívás elé állítja a verseny az egyetemistákat. A két héten át tartó verseny ünnepélyes megnyitója július 12-én lesz. Ettől kezdve pedig a Szoláris falu minden érdeklődő számára nyitva áll az Émi Dózsa György úti telephelyén. A Magyar Kultúra napján Kölcsey Ferenc 195 éve született költeményét, a nemzeti himnuszt énekelték ma a helyi lakosok Szentendre főterén. A szervezők pontban délre várták az érdeklődőket. A Magyar Kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én. Annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le csekkén a himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Először a létszámra kitérve 95%-kal voltunk jelen, mert két beteg van a zenekarnál sajnos, így 23 fővel voltunk most a mai napon jelen. Hogyan készültünk rá? Hát elsősorban fohászkodtunk az égiekhez, hogy olyan legyen a hőmérséklet, hogy a zenekar még meg tudjon szólalni. Hála Istennek ezzel a részével nem volt különösebb probléma, és hát ugye itt a himnusz hangzott el a Magyar Kultúra napja alkalmával, illetve a 4. Honvéd kerületi induló, ami igazság szerint ugye a himnuszt azt szinte minden nap játszunk, különböző protokoll rendezvényeken, illetve katonai rendezvényeken, és a 4. Honvéd kerületi induló pedig állandó repertoárján van a zenekarnak, úgyhogy idézőjelben különösebb erőfeszítésünkben a mai nap nem került. Nyilván nagyon örülünk minden nemű felkérésnek, akár a város részéről, akár a környező települések vezetésének a részéről. És én úgy gondolom, hogy nekünk az ez egy küldetésünk is, hogy az élő zenét közel vigyük az ifjúsághoz is, illetve minden olyan korosztályhoz, aki valamilyen szinten fogékony a fúvós zenére, vagy az élő zenére, vagy a klasszikus zenére. Úgyhogy ez egy küldetés, egy misszió a mi részünkről. Ezt a rendezvényt tartottuk szem előtt, illetve ezért vezet prioritást, így úgy is kommunikáltuk a vezetés felől, hogyha bármi nemű rendezvény érkezik, akkor minket már, és hát hozzánk már a foglalt táblát, azt tegyék ki, mert mi nem jörünk rá másra a mai napon. Yo.
nap megrendezésének ötlete Fasang Árpád zongoraművészhez köthető, aki 1985-ben vetette ezt fel. Végül a tényleges megünneplésére a Hazafias Népfront országos tanácsa 1988. december végi ülésén tett felhívást, és 1989. januárjában ők szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot, azóta minden évben ünneplik ezt a napot. Ezen a napon fejezték be a himnusz. És mit hallhattatok a mai napon? A Katona zenekar játszott itt. Láttad őket már zenélni? Nem, soha. És hogyan tetszett? Hát szerintem nagyon jó volt. És sokan voltatok itt? Hogy tetszett neked ez a program? Hát én szerintem legközelebb is simán, hogyha lenne ilyen, akkor szerintem legközelebb is lejöhetnénk ide, mert ez nagyon jó volt. Mennyire tudod azt, hogy mit ünneplünk a mai napon? Hát ugye azt, hogy ezen a napon fejezték be a himnuszt, és hát reggel beszéltünk róla, és... Mi az, amit hallottál róla? Hát ennyi igazából. És hogyan tetszett az előadás? Nagyon jó volt, és összhangban voltak a katonák. Most osztállyal jöttetek ki, mennyire tudod elképzelni, hogy te magad akár családdal a kultúra napjára, akár jövőre kilátogatnál szívesen? Hát én szívesen eljönnék, nagyon tetszett. Mi tetszett benne? Hát a zene is jó volt, meg a katonák is, hát így. A Katona zenekart egyébként hallottad már játszani máshol? Szerintem egyszer hallottam őket. Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti rendezvényt találtak. Ezen a napon adják át a magyar kultúrával, továbbá 1993 óta az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat. Lejátszotta a Dunakanyar Esse Szentendre 2 U15-ös futsal csapat a harmadik, valamint a negyedik mérkőzését. Január 21-én a B csoportban indult és a Pest megyei U15-ös futsal bajnokságban vett részt a csapat. A bajnokságot a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola sportcsarnokában rendezték meg. A srácok mindkét mérkőzésen könnyed győzelmet arattak, így 4 fordulót követően 9 ponttal, 22 lőtt és 6 kapott góllal várják a következő fordulót. Közölte Szalai Áron, az U15-ös csapat vezetőedzője a Dunakanyar Esse hivatalos weboldalán. Végül a várható időjárásról. Szerdára erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és sokfelé számíthatunk csapadékra. Leginkább hószálingózásra, havazásra van kilátás. Az erősen fagyos reggelt követően délután -3, +3 fokot mérhetünk. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink. Folytattuk beszámolónkat a január 17-én megtartott testületi ülésről. Több utca felújításáról is döntött a grémium. Egyetemi építészeti világverseny lesz Szentendrén a nyáron. A Magyar Kultúra Napján Kölcsey Ferenc 195 éve született költeményét, a nemzeti himnuszt énekelték ma a helyi lakosok Szentendre főterén. A szervezők pontban délre várták az érdeklődőket. Ez volt a Híradó a TV Szentendrén. Maradjanak velünk, mert hamarosan Sportkorzó című magazin műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Ha még több helyi hírre kíváncsiak, nézzék meg a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat. Ne feledjék, a Facebookon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!